Itt a szekszárdi autóbuszpályaudvaron rabolt ki egy háromfős társaság egy férfit június végén este 11 óra körül. Az áldozattól először cigarettát kértek, amikor ezt megtagadta, bántani kezdték. A férfit ellökték, elkezdték rugdosni és ütlegelni, majd ezt követően elvették táskáját a benne levő készpénzzel, valamint irataival, továbbá ezt követően cigarettát is elvették tőle. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrök másfél óra alatt elfogták az elkövetőket. Egy 30 éves faddi férfit, egy 13 éves kéti gyermekotthonban élő fiút és egy 17 éves szekszárdi lakost. Kollégáim mindhármukat előállították, közülük a 17 éves fiút, valamint a 30 éves szekszárdi férfit őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. Mindhármukkal szemben csoportosan elkövetett rablásbüntet miatt indult eljárás. Az elkövetők letartóztatásba fognak kerülni, és több év börtön vár rájuk. A 13 éves fiú pedig valószínűsíthetően javító intézetbe kerülhet majd.